A sikeres tavaszi indítás után a program őszi üteme szintén országos lefedettségű lett, és sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy a regisztrálható 500 intézményi hely a meghirdetés napján betelt. Az ingyenes foglalkozásokat hazai köznevelési intézmények igényelhették a 6-14 éves korosztály számára. Azok az intézmények, akik tavasszal részt vettek a programban, össze nem pályázhattak. A foglalkozások az erdőpedagógiai módszereken alapuló játékos ismeretszerzés, szemléletformálás lehetőségét teremtik meg az erdő és fenntarthatóság témakörét körüljárva. Az Országos Erdészeti Egyesület hosszú távú oktatási koncepciójának a része az iránymutatás a természetközeli fenntartható egészségesebb életmód felé. Alapvetésük, hogy az újabb generációk szemléletmódjának alakulásáról nekünk, erdészeknek is kell gondoskodnunk. Hisszük, hogy ezek a programok jó belépési pontok lehetnek az erdők irányába a fiataloknak. Az őszi ütem újdonsága, hogy az enyhén sérült gyermekeket gondozó intézmények is lehetőséget kaptak a programban való részvételre amelyel éltek is minden vármegyéből jelentkeztek. A program összesített célkitűzése, több mint 60 ezer diák elérése és szemléletformálása az erdőpedagógiai módszerek segítségével évvégére. Az iskolában az erdőprogram az Európai Unió emissziókereskedelmi kereskedelmi rendszerének kvóta felhasználásából valósul meg az Agrárminisztérium közreműködésével és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával és az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. A program szakmai partnerei az Alapértékek Nonprofit KFT, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága és a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítványa.